Az előadásnak nagyon jó volt a visszhangja, az egységes koncepció az előadáskon végigvonult, rengeteg kérdést kaptunk, ami Magyarországon, mint tudjuk, az nem nagyon divatos. Ugye tavalyi évben a témánk, fő témánk az volt, hogy hogyan tudjuk használni az operációs mikroszkopot a gyökérkezelések során, és ide jött mellé egy új téma, ez a paciens-centrikus endodoncia megközelítés, ami azt jelenti, hogy a gyökérkezeléssel hogyan tudunk hozzáérni ahhoz, hogy a pacienseink számára egy szájban akár élethosszan funkcionáló panaszmentes fogat biztosítsunk. És ugye manapság a minimál invazív fogászat, ugye amiről az esztetikai kongresszus is szólt, arról szól, hogy hogyan őrizzük meg a külső foganyagot, a háromdimenziós felülnek a külső részét, endodoncia kezelés során meg azzal kell törekednünk, hogy hogyan őrizzük meg ennek a belső épségét, és ez a kettő hozzájött a hosszú távú funkcionitáshoz. Nagyon-nagyon boldog vagyok, minden vállalkozás felülmúlt az, ami itt történt. Az előadásnak nagyon jó volt a visszhangja, az egységes koncepció az előadáskon végigvonult, rengeteg kérdést kaptunk, ami Magyarországon, mint tudjuk, az nem nagyon divatos. A workshopok és a hands-on kurzusok teljesen tele voltak, volt dokumentációs workshop, preparálós workshop és mikrosebészeti hands-on. Most beszéltem az előadóval és résztvevőkkel, mindenki boldog, és a szombat délután van, és mindenki úgy megy haza, hogy még egyszer szeretnék rájönni. Csak jövőre folytatjuk.